Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is Önöket az Emberi Erőforrások Minisztérium a Kultúrfelelős Államtitkársága nevében. Ha messzebbről kellene indítanom a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy alapvetően onnan kell kiindulnunk, hogy mi is az, hogy kulturális alapellátás. És mind a Nemzeti Művelődési Intézetben, mind az államtitkárságon legfőképpen megfogalmazódott az a fajta kérdéskör, hogy mi is a szerepe a kultúrának ma Magyarországon, mi is lehet az elkövetkezendő 5-10 évben. És hát mindig el szoktam mondani, hogy a jó kérdésre lehet csak jó választ adni. Az egy dolog, hogy az önkormányzatok, az államnak van egyfajta olyan szerepe, amely mondjuk az intézményi feladatellátásokban nyilvánul meg, így a Nemzeti Színházban, a Nemzeti Múzeumban és különböző háttérintézményeinkben. De összességében el kellett azon gondolkodnunk, hogy a kultúra hogyan is tud hozzájárulni ma Magyarországon a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez. Kicsit visszamegyünk a történelembe, akkor azt tudniuk kell, hogy 1920-30-as években a Kárpát-medencében 14 ezer aktív civil szervezet volt. És ha úgy végigmegyünk a kis településeken, akkor a helytörténeti kis dossziékban biztos, hogy találunk olyat, hogy olvasókörök, fúvószenekarok, és találunk olyat, hogy színjátszókörök. És azért az elgondolkodtató, hogy a 20-as, 30-as években szinte minden településen voltak színjátszókörök, és nem voltak Európai Uniós források, és nem voltak hazai források. Miből is alakult ez ki? És ide vezethető vissza talán a kultúrás alapellátásnak a kérdése, hogy belülről jövően érződik az az igény, hogy nekem egy közösséghez kell tartoznom, egy olyan közösséghez, amelynek aktív cselekvő részese is polgára vagyok, és én adok ezáltal a közösségnek. És talán így részese maga a Pajta Színház is ennek a kultúrás alapellátásnak is, ennek a programnak. És én azt gondolom, hogyha, mint ahogy a főigazgató úr is említette, hogyha ezt a fajta széles piramisnak, ezt a széles rétegét újra vissza tudnánk hozni, akkor az nagyon jó lenne, mert hiszem azt, hogy benne van az emberekben, benne van a közösségekben. A Nemzeti Művelődési Intézet az elmúlt évben csinált egy kutatást, kultúrás közfoglalkoztatottakkal, különböző társadalmi rétegeket szólítottak meg. A kutatásnak az volt a lényeg, hogy járási szinten nézzük meg azt, hogy egyrészt milyen objektív mutatók vannak az adott járásokban, akár a munkanélküliséget nézem, akár a lakhatást, akár a GDP-t, akár a különböző objektív mutatókat, és ezt jelöljük térképen, hogy hogyan is nyilvánul meg. És hát azt kell mondanom, hogy ezen a térképen pirossal jelölt az, ami rosszabb mutatókkal jelentkezik, zölddel pedig azok a mutatók, ahol jobbak a kondíciók, az objektív kondíciók. És hát ez mindenki azt mondom, hogy tudja, hogy ma Magyarországon, Kelet-Magyarország, Borsod megye, Szabolcs-Szatmár, Békés megye, Baranya megye, Zala megye vonatkozásában vannak azért piros mutatóink. És hát alapvetően a kérdés az volt, hogy ha ilyenek az objektív mutatók, akkor valószínűsíthető, hogy itt az emberek nem is érzik olyan jól magukat. Ugye? Tehát, hogyha kevesebbet keresek, akkor valószínűsítem azt, hogy rosszabbul érzik magukat az emberek. A Nemzeti Művelődési Intézet kutatása pedig pontosan ennek az ellenkezőjét mutatta. Megkérdezték az embereket, hogy hogyan érzik magukat az adott településen, hogyan érzik magukat, hogy mennyire aktívan tudják bekapcsolni a településen az ő képességeiket, az ő kompetenciájukat, és képzeljék el azt, hogy ezen az attitűd térképen az embereknek a nyilatkozat alapján a különböző járásokban, Szabolcs-Szatmár megyébe, Bács-Kiskun megyébe, Baranya megyébe a zöldekre váltottak a pirosak. És utána... Tehát azt jelenti, hogy a rosszabb körülmények között, objektív körülmények között levő járásokban az emberek jobban érzik magukat. Mitől is van ez? És képzeljék el azt, hogy megvizsgálta a Nemzeti Művelődési Intézet ennek az alapvető okait, és az egyik alapvető ok, hogy ott rengeteg a közösség. Rengeteg az aktív közösség. Nem feltétlen kell, hogy bejegyzett közösség legyen, és ennek részese a színjátszókör is, és a Pajta Színház. Mert nem attól érzem jól magam, mert 100.000 forintokat keresek, hanem attól, mert egy közösséghez tartozom, mert attól érzem jól magam, mert egy közösség részese vagyok, és úgy érzem, hogy ezzel én tudok tenni az adott településemért is akár.
És gyakorlatilag a kulturális alapellátásnak én azt gondolom, hogy ez a fő üzenete is mondani valója, és hálásan köszönöm minden résztvevőnek, aki itt ül az asztalnál, és azoknak is, akik bekapcsolódtak ebbe a programba, hogy igenis tudjuk azt egyrészt bizonyítani, másrészt pedig ténylegesen mutatni, hogy az aktív társadalom egyik kulcs feladat vagy kulcs szereplője maga a kulturális ágazat. Ennek vannak különböző lépései, újra ötünk örökítünk program, ez a népi kultúrához kapcsolódik, és a másik pedig a ilyen kiemelt program a Hajta Színház. Tájékoztatások közben, hogy ebben az évben a kultúrás államtitkárságnál kultúrás alapellátásra 100 millió forint volt elkülönítve, a kormány döntése kapcsán a következő évben 200 millió forint fordítódik kultúrás alapellátásra. Én remélem azt, hogy a Hajta Színház vonatkozásában minél több településbe tud kapcsolódni ebbe a programba, és csak remélem azt, hogy bírják majd a partner szervezetek energiával, és nagyon köszönöm a kormányzat nevében, hogy ezt felismerték az állami háttérintézmények is, a Magyar Teátrumi Társaság is, a települések is, és mindazok a résztvevők, akik ebben a programban részt vettek. Köszönöm szépen!